A tiszta, jó minőségű és egészséges ivóvíz nélkülözhetetlen a mindennapi élethez. Ismert, hogy az ivóvíz minőségére vonatkozó szabályoknak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több település nem felelt meg korábban. A beregi térségben voltak olyan falvak, ahol a megengedettnél magasabb volt a víz arzéntartalma, néhol a vas és az ammónium szemmel láthatóan elszínezte az ivóvizet. A lakosság számára éppen ezért volt fontos ez a fejlesztés, hangzott el a beregi ivóvíz minőségjavító projekt záró rendezvényén. Nagyon örülünk annak, hogy Európai Uniós támogatásból egy közel 500 milliós fejlesztéssel az érintett településeken egy korszerű és iható ivóvíz fogyasztás lehetősége jön létre. Ezt tűnhet úgy, hogy hát ez azért hol nincs már, hiszen már mindenütt lehet normális ivóvizet inni, de azért itt a Beregben, mondjuk pontosan Tiszavid településen tényleg komoly gondot okozott, és hogy az egészséges ivóvízért, az ivóvíz ellátásért mindig a polgármester a felelős, tehát nagyon sok polgármester kolléga is kifejezetten örül annak, hogy egy újabb szolgáltatást tudtak megvalósítani a lakosság számára. A projektben megvalósult műszaki megoldások jó minőségű és mennyiségű vizet biztosítanak a lakosság számára, a vízi közműveket pedig most már gazdaságosan tudják üzemeltetni. Minden olyan elem, ami cserére szorult, a legkorszerűbb technológiákkal valósult meg. Ez kezdődik onnan, hogy távvezérlő rendszerek alakultak ki, digitális vezérlőtáblák a régi elavultak helyett, olyan szivattyúk és olyan gépi berendezések kerültek beépítésre, aminek az energiafogyasztása nagyon kicsi. A távvezeték cseréje kapcsán olyan csövek kerültek lefektetésre, amelynek gyakorlatilag az élettartama korlátlan, tehát csökkenni fog a veszteség, hálózati veszteség, az energiaköltség jóval kisebb lesz, és ez mind-mind az üzemeltetési költséget fogja csökkenteni, és ezáltal ugye gazdaságosabb lesz majd a víz. Dombrád, Tiszaadony, Tiszavid, Vásárosnamény, Gergelyugornya, Jánd, Nyírmada, Pusztadobos és Perényi Tanya vett részt a programban. A vízellátási körzet biztonságos ivóvízellátása érdekében új vízműkutak létesültek, a víztornyokat is felújították. Olyan járulékos fejlesztéseket is meg tudtak valósítani a társulások, amelyek valóban gazdaságosabb üzemeltetést, korszerűbb üzemi körülményeket tudnak biztosítani az ivóvíz ellátáshoz, és ez a lakosság számára mindenféleképpen egy megnyugtató és biztonságot nyújtó tény, az érintett önkormányzatok számára, akiknek pedig a törvény teszi kötelező feladatává az ivóvíz minőség, a megfelelő minőségű ivóvízzel való ellátást, számukra pedig egy olyan segítség volt ez az Európai Uniós támogatás, amelyet valószínűleg saját erőből nem tudtak volna elvégezni. A projektzáron elhangzott az is, hogy az elmúlt uniós büdzséből a beregi térség komoly pályázati összegeket tudott lehívni, amelyek jelentős nagyságú közműfejlesztéseket tettek lehetővé.